De vége a napnak. Most megyek hazafelé. Kanyarodtuk be a Dolores utcára. Ami ilyen jó kis utca. Aha. Nem semmi, mi? San Francisco utcáin. Most ettem munkoltam egy nagyon jó kis ice creamet. És nagyon jól érzem magam. Ezt az utcát nagyon szeretem, annyira szép. Nem sok ilyen utca van a városban, mert nem sok pálmafa van itt. Csak kevés helyen ültetik San Franciscóban, inkább ez ilyen dél-kaliforniai, nem éppen olyan észak-kaliforniai, mint ami itt van nekünk. Itt inkább az ilyen szép régi házak jellemzőek, mint ez itt. Én nagyon szeretem a pálmafákat is. Úgyhogy gyakran eljövök elfelé. És végig korzódok ezen az úton. Ja, befejlődök jobbra az egyik utcán, és akkor látszani fog a köd. A ködös oldal, mert ahol most vagyok, ez a keleti oldala a városnak, és át fogok menni, ott látszik az öböl, és ott meg van a köd, meg a hegyek. Na itt elmegyünk ezen a Clipper utcán, és ott látszik. Hú, mindjárt bemegyek a közbe. És most melegen van, nincs sajtam a melegítőm, bemegyünk oda abba a közbe, olyan hideg lesz. Fel kell vennem a melegítőt, bekapcsolom a fűtést a kocsiba, és csak 10 percre van innen. Érdekes, mi? Álmos vagyok. Jó, nézd ezeket a házakat. Ilyet se lesz gyakran. Amúgy nem nagyon látszik, amikor bemész a közben, nem érzed igazság szerint. Annyi stopptábla van, több stopptábla van, mint fa. Nem szarakodnak itt ilyen trafik lámpákkal, közlekedési lámpákkal. Valaki itt nagyon Kanadába érzi magát. Szóval én teljesen a város másik oldalán lakok is. Ahhoz, hogy hazamenjek, át kell mennem ezen a hegyen. Amin éppen most megyek fölfelé. Fúj is a szél rendesen. Azt a kurva nézd meg.
már a látási távolság ez elég rövid. És mondom, hogy a város másik részén meg süt a nap. Szóval ez elég érdekes. Hogy jön az óceánról a hideg levegő, megüti ezt a meleg levegőt a városon, és ködté változik, hogy a nedves levegő, hideg levegő jön az óceánról, ködté változik, és ahogy így jön fölfelé a hegyen, mert a San Francisco ilyen tulajdonképpen egy hegy, és megüti a hegyet, átbukik a hegyen, és jut, ameddig jut. Nem sokáig szokott eljutni. Épp csak annyira, hogy hideget csináljon. Na, most érek fel a tetejére. Mert még megvárom a videó végét ezzel, mert itt megyünk majd mindjárt lefelé. Ott van egy nagy tévétorony itt ez a köd mögött, körülbelül egy 5 perc távolságra van innen, és nem látszik belőle semmi. Most tudom, hogy tudnék egy zoomolni ezzel a kamerával, ez a telefonom. Busz. De és itt most megyünk lefelé. És megelőzzük ezt a csigát. Na jó, van akkor ennyi volt. Bye bye.